Bokréta ünnep elérte legmagasabb pontját az újfehértói Szabolcsi Alma Centrum. Fejlődik Mérk, korszerűsítik a közösségi házat és felújították a temetői kerítést. Adventi gyertyagyújtás, a járvány ellenére sokan ünnepeltek együtt vasárnap délután megyeszerte. Elérte legmagasabb pontját az újfehértói Szabolcsi Alma Centrum. A 9,6 milliárd forintos beruházással épülő komplexum nem csak logisztikai, hanem kutató és szaktanácsadó központ is lesz. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Épül a Szabolcsi almatermesztés megújításának sarokköve, mondta a szombati Bokréta avató ünnepségen Nagy István agrárminiszter. A centrum 9000 tonnás befogadó képessége mellett mintegy 20 000 tonna étkezési és ipari alma értékesítésére lesz képes jövő nyártól. Június elején rakták le az újfehértói kutatóállomás területén a Szabolcsi Alma Centrum alapkövét, szombaton pedig már Bokréta avató ünnepséget tartottak, mivel az épület elérte a legmagasabb pontját. Egy átlagos évben 5-600 000 tonna alma terem Magyarországon, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Többek között a tárolásban és értékesítésben segít majd a válogató és csomagoló infrastruktúrával rendelkező központ. Ez a beruházás most a magyar gyümölcstermesztésnek a legnagyobb beruházása, és mi is így tekintünk rá, nem csak a méreténél fogva, hanem az identitását, a feladatát tekintve is, hiszen nem kis feladat áll előttünk, rendbe rakni a magyar almatermesztést, újra emelkedő pályára állítani. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy reményei szerint a jövőben ismét perspektívát látnak majd a szabolcsi gazdák az almatermesztésben. Ez az üzem újra hitet fog adni a szabolcsi gazdáknak, hogy érdemes almát termeszteni. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban sajnálatos módon a piaci problémák miatt a termelési kedv és hit igencsak ingadozott. Véleményem szerint ez a beruházás újra rengeteg lehetőséget fog teremteni arra, hogy a fiatal gazdálkodók nekivágjanak a gyümölcstermesztésnek. Újfehértó polgármestere szerint a városban élők számára több lehetőséget is kínál majd a több mint 40 új munkahelyet teremtő beruházás. A városban járva kell emberekkel beszélgetve gyakran szóba kerül az, hogy az almacentrum mikor lesz kész. A gazdák nagy érdeklődéssel várják, én úgy gondolom, hogy a helyi és környékbeli gazdáknak egy nagy lehetőség lehet majd ez az almacentrum, hisz az almatermesztésnek nem csak itt Újfehértón, hanem a környékbeli településeken is nagy hagyománya van. Ez a terület, ahol most vagyunk, nekünk a fiatalkorunk jelentős részét itt töltöttük, hisz nyáron rendszeres volt itt az almaszedés a fiatalok körében. Szeretnénk, ugye ezt majd erről már többször beszéltem, és egyeztettem is már az egyetem vezetésével is, hogy majd ennek a hagyományát megpróbáljuk majd visszahozni, hogy a mai fiatalok is tudják meg, hogy milyen az almaszedés, milyen élményt jelentett ez egy mai gyereknek. A kormány több mint 1,5 milliárd forinttal támogatja az almacentrum építését. Mint Nagy István agrárminiszter elmondta, jelentős az érdeklődés a mezőgazdasági pályázatok forrásai iránt. Örömmel látjuk, hogy a vidékfejlesztési program kertészeti üzemek megújítását célzó pályázatára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 770 termelő pályázott. Van tehát remény, lesz alapanyag, és van remény a gazdákban is ahhoz, hogy érdemes tovább is almát termeszteni, érdemes továbbra is ezzel az ágazattal foglalkozni. Ebből a keretből támogattuk több mint 1,5 milliárd forinttal ennek a 9,6 milliárd forintos projektnek a megvalósulását. A munka idén februárban kezdődött, és ezzel az ország legnagyobb almatermesztésre alapozó kutató, szaktanácsadó és Post-Harvest logisztikai központja tud megépülni. Az almacentrum beszállítói körét tavasszal kezdik el szervezni, az érintettek gazdafórumokon ismerkedhetnek meg a részletekkel. Márciusra elkészül a hűtőházi rész, júniusra pedig befejeződik a válogató csomagoló technika kiépítése. Folyamatosan fejlődik a magyar-román határ melletti Mérk. A településen most újították fel a temetői kerítést, a közösségi házban pedig energetikai korszerűsítés zajlik. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a térségbe a Magyar Falu programban az elmúlt 3 évben közel 3 milliárd forint jutott. Új kerítés védi a mérki temető sírjait.
A régi drótból volt, és már nagyon meglátszott rajta az idővasfoga. Nemrég cserélték ki, ahogy a sírkertben lévő korábbi földutat is a közelmúltban kövezték le. A fejlesztést a református egyház pályázott, és nyerte mintegy 5 millió forintot a Magyar Falu program keretében. A településen a közösségi házat is fejlesztik mintegy 15 millió forintból. Korábbi években megvalósult a külső szigetelés, a pelem kiépítése, valamint ez maradt el a fűtésrendszer, ez egy 30-40 éves lemaradt projekt, ami jelenleg kifutóban, illetve megvalósításra fog kerülni, úgyhogy örülünk neki, mert gondok voltak az elmúlt években, csöpögtek a radiátorok, és így hástanak köszönhetően a pályázat megnyerésével kapcsolatosan, hogy ezt is meg tudjuk valósítani. A festéssel és járólapozással pedig már végeztek. A régen iskolaként funkcionáló épületben esketéseket tartanak, honosítási kérelmeket bírálnak el, és ez az otthona a katolikus karitásznak is. Erre a korszerűsítésre is a 2019-ben indult Magyar Falu program adott lehetőséget, melynek keretében a térségben számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években. 225 pályázatban közel 3 milliárd forint érkezett ide a Szabolcs megyei 6-os számú választókerületbe. Itt óvoda felújításokról szól a történet, közösségi terek megújításáról, temetői ravatalozók, temetőkerítések felújításáról, tornatermek felújításáról, meg hát a kedvenc téma ugye ebben a programban a falubuszok beszerzése. Most is ebben az évben 4 falubusz talált gazdára. A program forrásaira az önkormányzatok mellett civil szervezetek és egyházközségek is pályázhatnak. A szelektív hulladékgyűjtők szakszerű használatára kéri a lakosságot a szállításért felelős megyei szolgáltató. Sokan ugyanis nem a megfelelő helyre dobják a szemetüket. A helytelenül gyűjtött és elhelyezett hulladék nemhogy segíti, sokkal inkább hátráltatja az újrahasznosítást, ráadásul többletmunkát és költséget jelent a szolgáltatónak. Erre többen használják a szelektív hulladékgyűjtőket és válogatják külön a szemetüket. Sokan ugyanakkor elbizonytalanodnak, mit hova dobjanak. Nem mindig egyértelmű ugyanis minek hol a helye. Ráadásul van, ami egyáltalán nem kerülhet bele ezekbe az edényekbe. Érdemes ezért figyelni a rajtuk lévő címkéket, amelyek egyértelmű útmutatást adnak. A szelektív hulladékgyűjtő edény a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgál. Tehát olyan papír, fém és műanyag anyagra, amit valamit belecsomagoltak. Tehát attól, hogy valami műanyag, legyen az kerti bútor, gyereknek a kis medencéje, autólökhárító, stb. Tehát attól, hogy műanyag, még nem a szelektív hulladékgyűjtő edényben van a helye. A csomagoló anyagok közül az alufólia belekerülhet, a folpak viszont nem a szelektív gyűjtőkbe. Üveget csak szelektív szigetre vagy áruházak visszavált. A kupakot és tapossuk laposra őket. Ugyanez vonatkozik az italos fémdobozokra is. A különféle italos kartonok is mehetnek a szelektív szemétbe, még ha ezeknek egyébként nehezebb is az újrahasznosításuk. Amiről azonban nem szabad elfeledkeznünk, hogy az étellel szennyezett papírt és műanyagot csak kiöblítés után tegyük bele a gyűjtőkbe. Tudom, hogy ennyire azért nem tudatosak az emberek, de egy hasznos útmutató számukra, hogy elméletileg minden egyes csomagoláson lennie kell egy kis háromszögnek, ami ilyen újra nyilacskából áll össze, és annak a háromszögnek a közepén van egy szám. Ha ezt a számot megnézik, akkor a 1, 2 és 4-es és 5-ös számmal jelzett háromszögek, azok belekerülhetnek, sőt bele is kell, hogy kerüljenek a szelektív edénybe. 7-ig megy a számozás, tehát az összes többi az viszont nem alkalmas a újrahasznosításra. A meggondolatlanság sokszor azt eredményezi, hogy miközben segítenénk, inkább hátráltatjuk a hulladékok újrahasznosítását. A rossz helyre dobott szemét ugyanis plusz munkát és költséget okoz a begyűjtésért és szétválogatásért felelős szolgáltatónak. Azokról nem is beszélve, akik mindent beleraknak az edénybe, amitől meg szeretnének szabadulni.
Fontos hangsúlyozni, a szelektív gyűjtők nem lomtalanításra szolgálnak. Bár igazi erejét még nem mutatta meg az idei tél, már most sokat segíthetünk a madaraknak azzal, ha etetőt rakunk ki számukra. Olajos magvak, sózatlan zsírszalonna, ezeket ajánlja a Nyírerdő szakértője. Fontos az is, hogy külön helyre tegyük az etetőt, és külön a mesterséges madárodút, ahova tavasszal fészkelhetnek is a madarak. A madáretető leggyakoribb vendége a széncinke. Ő az, aki tavasszal nyitni kéket kiált, és így köszönti a tavaszt, illetve rengeteg rovart pusztít el, és ezzel hálálja meg a téli etetést. Az itthon telelő madaraknak már most is tehetünk ki táplálékot. Erre az egyik legalkalmasabb az aprószemű fekete napraforgó mag. Emellett a dió is kedvenc élelmük. Az sem baj, ha férges vagy molyos, de bogyós termésű ágakról is szívesen lakmároznak. Magvak mellett nagyon fontos a zsírzóanyag. És az alapszabály az, hogy nem sósat kell kirakni, tehát akár mogyoróról legyen szó, akár szalonnáról, mindenképpen natur, tehát ilyen zsírszalonnát vagy fagyút kell kirakni, és ezen kívül pedig a rigóknak egy kis fonnyattalmát, levesből megmaradt főtt répát, főtt krumpit, sok mindent lehet még kirakni, és másik szabály az, hogy kenyeret nem. Tehát a sóson kívül az, ami a madárnak bélhurutot okozhat, betegséget okozhat, az a kenyér, tehát az sem a vízi madaraknak nem adunk, sem az etetőre jövő madaraknak, mert hamar megposhad. Télen az etetésnél is fontosabb a madarak itatása. A szakember azt javasolja, hogy a befagyott itatóban a jeget langyos vízzel olvasszuk fel, naponta legalább egyszer. A kerttel rendelkezők hosszú távon is gondoskodhatnak a madarak téli védelméről. Előre is tervezhetünk, tehát a kertnek egy zugába ültessünk olyan cserjéket, mondjuk vadrózsát, bodzát, galagonyát, kökényt, amit a madarak szeretnek, tehát a bogyós termést az télen is megehetik, illetve hogyha nincs ennyi időnk, akkor egyszerűen futtassunk föl vadszőlőt, akár a kerítésre, akár a házfalra, mert az perceken belül, vagy hát mondhatnám azt, hogy egy fél éven belül befutja az adott teret, és a termésével nagyon sok madárnak az élelmezését szolgálja. Fontos, hogy az odú nem etető. Egy lakáshoz hasonlítva előbbi a szoba, utóbbi pedig az étkező funkcióját tölti be. Ezért az odúként kialakított menedékekbe ne tegyünk táplálékot. Az etetők, odúk elhelyezésénél fontos az is, hogy védelmet nyújtsanak a házi kedvencek ellen. Ezért érdemes a fatörzsre vagy az etető lábához tüskés ágakat rakni. A macskák így nem tudnak felmászni rá, vagy akár egy közelben lévő sűrű bokor is menedéket nyújthat baj esetén. Advent első vasárnapján a megye több településén gyújtották meg a köztéri adventi koszorún az első gyertyát. Máté Szalkán új helyszínen, a Szalkai László téren gyújtották meg a lángot, ahol a Képes Géza általános iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Kisvárda főterén is gyertyát gyújtottak advent első vasárnapján. 11 éve hagyomány az adventi gyertyagyújtás. Idén a járvány helyzet ellenére is több százan gyűltek össze a központban. Nyíregyházán, a megyeházán a hagyományokhoz híven hétfőn gyújtottak meg a lángot Román István megyei kormány megbízott és Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Az év utolsó hónapja nagyon munkás időszak a megyei önkormányzat, kormányhivatal, cégek, vállalkozások életében is, hiszen sűrűsödnek valóban a tennivalók, de ez a sűrűsödés, vagy ez a nyüzsgés, vagy ez a sok munka mégis más hangulatban telik, mint az év többi napján, mint januárban, egy borongós, hideg januári napon vagy hónapban. Ez a várakozás és az örömteli várakozásnak az ideje. Az ünnepekre készülünk, az ünnepre készülünk. Arra az örök emberi tapasztalatra, hogy a fény mindig győz a sötétség felett, és ez hozza számunkra a karácsony. Én ezt érzem a munkatársaimban, itt a megyei önkormányzati hivatal dolgozóin is, és talán a városban is, a megyében is érezhető ez a fajta várakozás, tehát nagyon munkás, ugyanakkor viszont egy nagyon örömteli időszak ez. Tizenhat egyesület 170 versenyzője állt rajtkőre a Szabolcs Kupa nemzetközi úszóversenyen. A rendező Nyíregyházi Sportcentrum sportolói 54 érmet szereztek a városi úszodában. Legutóbb 2011-ben rendeztek Szabolcs Kupa néven úszóversenyt, akkor még a sóstói sátor alatt, szombaton viszont már egészen más körülmények között versenyezhettek a 10 év szünet után felélesztett viadal résztvevői.
A házigazda nyíregyházi sportcentrum mellett 15 egyesület versenyzői álltak rajtkőre. A 170 úszó között volt 5 Szlovákiából érkező versenyző is. Az egyéni és váltószámokkal együtt mintegy 600 rajtot regisztráltak a szervezők. Sok versenyszámban indultak a hazai versenyzők, olyanokba is, amiben általában nem szoktak, tehát a sajátuktól egy kicsit elvonatkoztatva. Én azt szerettem volna, hogyha sokan, és ez sikerült is, a ranglistán egyre jobban jövőket úsznak és egyre feljebb kerülnek. Én úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült is ezt teljesíteni. Elkészült a jegyzőkönyv, körülbelül 54 darab érmet szereztek, nem körülbelül, váltószámokban, illetve egyéni számokban, illetve volt egy érdekessége a versenyünknek, ami máshol sehol nem jellemző. Volt egy 200 méteres csak gyorsúszó kar, illetve 200 méter gyorsúszó láb versenyszám. Ez nálunk nem volt jellemző, de nagyon-nagyon régen ezt rendezték Budapesten, a Szécsi Tamásnak volt egy ilyen elképzelése, hogy versenykörülmények között edzésfeladatokat hajtottunk végre. A nyíregyházi úszókra még 2 verseny vár az év utolsó hónapjában, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen állnak majd rajtkőre a sportcentrum versenyzői. A Hajós Alfréd Kupa lesz szombaton, Debrecenben, utána 15-16-17-én menjünk Hódmezővásárhelyre egy 3 napos cikluszáró verseny, ez egy nagyobb lélegzetű verseny, ez elődöntő döntős lebonyolítással. És utána még 22-23-ig az edzések, napi egy edzéssel, már reggeli edzéseket kicsit félretesszük. Készülünk, illetve a két ünnep között lesz egy kis átmozgató, kis beiglioszlató, könnyed mozgás, és január 3-ától folytatjuk tovább. Gólzáporos győzelmet aratott a kisvárdai futballcsapat az NBA 14. fordulójában. Az Erős Gábor által irányított együttes az MTK Budapestet fogadta, és a vendégek 5-0-ás vereséggel távoztak a Várkerti stadionból. A tabella második helyén álló Kisvárda vasárnap a 4. MOL Fehérvár FC-t fogadja. 3 pontot szerzett a Nyíregyháza Spartacus is az NBA 2 18. fordulójában. A Spari a 3. kerületi TVE csapatát verte 1-0-ra. A táblázat 7. helyén álló Nyíregyháza vasárnap a 3. helyezett Szegedhez látogat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Elérte legmagasabb pontját az újfehértói Szabolcsi Alma Centrum. A 9,6 milliárd forintos beruházással épülő komplexum nem csak logisztikai, hanem kutató és szaktanácsadó központ is lesz. A centrum 9000 tonnás befogadó képessége mellett mintegy 20 000 tonna étkezési és ipari alma értékesítésére lesz képes jövő nyártól. Folyamatosan fejlődik a magyar-román határ melletti Mérk. A településen most újították fel a temetői kerítést, a közösségi házban pedig energetikai korszerűsítés zajlik. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a térségbe a Magyar Falu programban az elmúlt 3 évben közel 3 milliárd forint jutott. Advent első vasárnapján a megye több településén gyújtották meg a köztéri adventi koszorún az első gyertyát. Máté Szalkán új helyszínen, a Szalkai László téren gyújtották meg a lángot. Kisvárda főterén 11 éve hagyomány az adventi gyertyagyújtás. Nyíregyházán, a megyeházán, a hagyományokhoz híven hétfőn gyújtotta meg a lángot Román István megyei kormány megbízott. November 29-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn este borult marad az idő, hajnalra -3 és 1 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden napközben napos, de hideg idő várható, eső nem valószínű. Délután többnyire 4-6 fokot mérhetnek. A hét további részében marad a napos, de hideg idő, fagypont körüli hajnali hőmérsékletekkel. Csapadék csütörtökön és pénteken várható.